Ma 8 éve, hogy Mára virradólag Csorba Róbertet és a kisfiát Robikát ismeretlen gyilkosok megölték, és előtte fölgyújtották Molotov koktéllal a házat, és a kimenekülő ölében a fiával utcára szaladó apát levadázták. Emlékszem, hogy itt voltak a rendőrök, látszólag tanástalanul azt állítva, hogy inkább baleset történt, hogy a kigyulladt ház, ami nyilván a szakszerűtlen építkezés miatt erre hivatkoztak, gyulladt ki, az okozta a halált, de egyértelmű volt, hogy itt közönséges aljasgyilkosság történt. Emlékezni és emlékeztetni kell, mert ez a gonoszság, gyűlölet, ami átitatja az egész magyar társadalmat. És ez ebben a legdrámai, hogy felülről és belülről és mindenhonnan tele vagyunk gyűlölettel, keresünk újabb célpontokat, nem tudunk leülni egymással tárgyalni, legyen szó olimpiáról, menekültekről, bármiről. És ha ennek nem lesz vége, akkor Magyarország nem lesz. Ezt lehet mondani, hogy fölemésztődik valahogy úgy, mint ahogy egy rák sejte elburjánzik. Ezek bibliai jelvek, hogy emlékezzünk, hogy odaálljunk a szegény és üldözött és támadott emberek mellé. Isten nem közvetlenül fog beavatkozni, hanem mindig rajtunk keresztül teszi ezt meg. Oh, my darling.